Az adventi időszak az mindig a várakozás időszaka. Te hogy emlékszel vissza, Zsolt, a gyerekkorodból? Milyenek voltak a karácsonyok? A legcsodálatosabbak. Először is a szüleim nagyon ügyeltek arra, hogy titok legyen. És az nagyon fontos egy gyereknek. 6-7-8 éves koromig én meg voltam arról győződve, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, mert szüleim, nagyszüleim úgy rendezték az egészet, hogy amikor a kis csengettyűvel a konyhából mi gyerekek bejöhettünk, még a ablak is nyitva volt, a függöny libegett, és akkor Nagyi mindig elmondta, hogy most szállt ki az angyalka. Tehát az éneklés. Aztán, amikor ugye, hát előbb-utóbb lehull a lepel, és amikor már tudtuk, hogy nem az angyalka, hanem a tündéri angyali szülők veszik az ajándékot, akkor is titok volt. Soha nem tudtam előre. Nem fordulhatott elő, hogy én előre megkapjak bármit. Levelet kellett írnom angyalkának, és akkor ott volt a fa alatt, amit kértem. Emlékszel arra a pillanatra egyébként, amikor rájöttél, hogy az angyali szülők azok, akik oda teremtik ezt a fát a nappaliban? Ez a még általános iskola alsó tagozata, ilyen nagyon komoly férfias beszélgetések az osztálytársakkal. Én tőlük hallottam először, hogy de ne hülyéskedj már, hát azt anyád veszi meg apád. Borzasztó. Próbáltam védeni az álláspontomat, de végül is elbuktam. Ugye a karácsony nekem is egyébként gyerekként mindig egy csodálatos időszak volt, és a mai napig az valahogy, nem tudom, hogy ha jó szót használok, de én azt gondolom, hogy a misztériuma az, ami meg kell, hogy maradjon. Szerinted mi a karácsonynak a misztériuma? Az, hogy várod a csodát, és a csodavárás misztériuma az ebben a karácsonyi ünnepkörben azt gondolom, hogy még az ateisták számára is adott. Mert hívő keresztény ember Jézus születésének csodáját várja, és e köré van építve minden más, az ajándékozás, a fenyőfa, a Betlehem, a mennyből az angyal éneklése. De aki ebben nem hisz, az is meggyőződésem, hogyha egészséges lelkületű ember ebben a sötét téli világban ugyanúgy várja a csodát. Ha semmi mást, akkor azt, hogy a család együtt van, hogy boldogság van, öröm van, örömet tudunk okozni. Szerintem ennél szebb misztérium nincs. Nagyon sokszor, sok helyen, sok minden kitől halljuk azt, hogy a karácsony tulajdonképpen a szeretet ünnepe. Én is gyakorló hívő emberként, ugye katolikus emberként nem a szeretet ünnepének gondolom ezt. Ilyen nyilván, ahogy mondtad, ateisták nem hívő emberek számára, talán mégiscsak a szeretet ünnepe. Szerinted lehet ez kicsit a szeretet ünnepe is? Szerintem lehet, hiszen Jézus születésének csodájában is a szeretet van. Hát ki hozza el a földre a szeretetet, ha nem ő? Az a picike baba ott a jászolban, a barmok közt. Ő maga a szeretet. Isten szeretet. Ha pedig nem hiszel benne, de nem vagy egy ilyen elvakult, őrült, akkor is ott van a szeretet. Hát a fa körül állva, csillagszórót nézve, a gyerekeid arcát figyelve, hogy az a megilletődöttség, ahogy le vannak nyűgözve, hogyha az a karácsony szépen van nekik megrendezve. Hát ennél nagyobb szeretet nincs. Térjünk át a gasztronómiára, mert hát egy nagyon fontos része a karácsonynak. Nyilván ugye a család együttléte és hát a közös evés és az ételek fontossága az ugye megjelenik a karácsonyi asztalokon. Van-e tradicionálisan a gyerekkorodból elhozott olyan étel, amit a mai napig nagyon szívesen megfőzöl, vagy megfőz a feleséged, és nagyon szívesen eszed és látod viszont a karácsonyi asztalon? Én vagyok a főző otthon, szinte kizárólag. Ugye a gyerekkorom karácsonyainak két fő étele,
a töltött káposzta és a rántott ponty. A rántott pontyot a családban rajtam kívül mindenki rajongásig szerette, én nem, viszont töltött káposztát azt nagyon, és anyám is, meg nagyanyám is, mivel tudták, hogy nem szeretem a halat, azért mindig egy kis rántott karajjal nekünk gyerekeknek kedveskedtek. Most, hogy felnőtt vagyok, és én állítom elő a karácsonyi menüt, ez többszörösen igaz, hogy én állítom elő. Ugyanis fácánleves, elengedhetetlen, de mint vadászember ehhez az, a fácánt én ejtem el. Így az egészben van valami még férfiasabb. Hazahozom a zsákmányt, és el is készítem. Egy fácánleves mindenképpen van a benne főtt hússal, töltött káposzta is van, az az egy, amit én nem készítek, mert nem tudok, nem merek. Az többnyire édesanyám vagy anyósomék szolgáltatják. Van hal, most már szeretem a halat, de a süllőt. Nekem a ponty az túl szárkány. Érdekes egyébként, hogy ez felnőtt kor az embernél megváltozik. Én is megszerettem a halat. Én nagyon szeretem a halat, pontyot továbbra sem, de a süllőjén rajongok, igyekszem azt is én megfogni, mert az úgy az igazi, és azt meg is sütöm, ahhoz azt hiszem, hogy értek. Édesanyám pedig még kocsonyát szokott, ami főleg 25-én, 26-án az egy ilyen nagyon jó dolog. Hát az nagyon jó. Ugye a karácsonynak szerintem az egész időszaka nagyon jó, nem csak az adventi időszak, ugye beszéltünk a várakozásról, a két ünnep közötti időszak, amikor az ember tényleg igazán úgy arra tud figyelni, akik közel állnak hozzá, legyen akár az mondjuk, hogy a családról beszélek, vagy akár a barátok, ilyenkor nagy baráti összejövetelek szoktak lenni. Neked van-e valami olyan fix találkozód valakivel, valakikkel a két ünnep között, amihez ragaszkodsz a mai napig, és az nektek tradíciószerűen mindig a két ünnep között esik? A két ünnep, ugye a karácsony három napja az a családi. Akkor rohangálunk. Szeged, Budapest, Pilis, Szentkereszt. Bár Szenteste nálam vannak gyerekek, szüleim, húgom, tehát nálunk gyűlik össze a nagy család, és aztán anyósomékhoz megyünk, meg még egyszer kimegyünk a szüleimhez. A két ünnep közötti időszak az pedig tradicionálisan a barátoké. És olyannyira, hogy mi egy ilyen nagyon különleges gimnáziumi osztályba jártunk, ami attól különleges, hogy mi nem öt évenként találkozunk kínosan, hanem folyamatosan, és van egy ilyen szűkebb mag, egy mi meg állandóan együtt vagyunk. És például tradíció ma már, hogy szilvesztert azt együtt töltjük, de úgy, hogy már 27-én, 28-án összegyűlünk, és másodikáig együtt vagyunk. Ez elmaradhatatlan. Úgyhogy a két ünnep között barátok. És akkor jó is, hogy szóba hoztad a szilvesztert, ami szerintem egy elég ellentmondásos ünnep, mert van, aki szereti, tehát vannak azok, akik szeretik, és vannak azok, akik nem szeretik. De melyik táborba tartozol egyébként? Én mindig szerettem. És érdekes, hogy a húgom meg rühelli. Húgom az imád bulizni, de szilveszterkor lefekszik 8-kor. Nem beérődik. Én mindig, valószínűleg ez is a gimnáziumi osztályban gyökeredzik, hogy nálunk szilveszterkor hatalmas bulik voltak, házi bulik. És én valahogy rászoktam. Életemben nem voltam kint az utcán trombitát fújni, attól írtózom. De házi buli, nagy társaság, barátokkal. És értem én, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ilyenkor olyan kötelező bulizni, és ők azért nem szeretik. Nálunk kötelező, nem kötelező, arra, hogy mindig jól sikerül. És az éjféli himnusz éneklés az meg mindig bőgős. És az én azt mindig is szeretem. Az mindig bőgős. Utolsó kérdésem. Mindig vannak ilyen újévi fogadalmak, amik általában én egy picit közhelyszerűnek érzek, mert ilyenkor szoktak azt mondani, hogy életmódváltás, meg új étrend. De neked esetleg van-e valami olyan fogadalmad, van-e valami ígérettételed saját magad fele minden évben? Egy dolog, amit igyekszel betartani a következő évben? Minden évben van, és sose tartom be. Minden évben megfogadom, hogy kicsit kevesebb politika, kicsit több szép irodalom, sőt, sokkal több szép irodalom,
sokkal kevesebb indulat, Zsolti, ne beszélj csúnyán, ne ragadtasd el magad, legyél jó fiú. Ezt megfogadom, aztán nem tartom be. De legalább lesz jövőre is, mit megfogadom. És hát, ha 2024-es évben valamelyik ezek közül összejön. Zsolt, köszönöm szépen. Köszönöm.